Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Szombathely Televízió kedves nézőit. Töltsük együtt ezt a hétvégét is, illetve annak a kezdetét, hiszen február utolsó hétvégéje kezdődik meg, és ma is tartalmas és érdekes információkat fogunk szórakoztatni a kedves nézőkkel. Egész pontosan miről is fogunk beszélgetni ma, Marci? Például, ahogy említetted, hogy itt van február vége, megmutatjuk, hogy hagyományként Kőszegen hogy búcsúztatták el a telet, méghozzá húshagyó kedden, tehát kihasználták az utolsó időszakot is, és húsvét, nem húsvét, hanem hamvazó szerdával pedig beleléptünk a nagybőjt időszakába, és természetesen erről is beszélünk majd. És aktivizáljuk is magunkat, hiszen tél vége, tavasz eleje, hogyan is lehetne kezdeni, mint egy jó kis biciklizéssel, illetve hát a testünk megtisztulásával, és nem csak fizikális, hanem lelkileg is. Kezdjük! Nem csak az ünnepek után, hanem az újévi fogadalomként is rengeteg ember szokott újévi fogadalomként ugye a fizikális és mentális egészségének fejlesztésére fogadalmat tenni. A rendszeres testmozgás segít a fizikai állapot, az állóképesség javításán is, növeli az önbizalmat is, ezt a hölgyek és az urak is meg tudják ugye erősíteni. Réka pedig állandó rovatunként fitnessterembe járt, és megnézte, milyen pontos egy köredzés. Milosné Csornai Claudia köredzését választottam ma, hát nézzétek, hogy alakul ez az egész. Hát akkor vágjunk is bele. Az első feladatban megfogva a kötelet, szinte beleülve a gyakorlatba, sarokból kell húzni hátrafelé a súlyt. Ebben a gyakorlatban van az ellentétje, amikor nyomó, tehát ott pont a combfeszítők kapcsolnak be jobban. Arra figyelj, hogy a gerinced ne legyen domború, jó? Végig farból, illetve comb. Jó, megfoghatod a TRX kötelet, és már húzhatod is vissza. Nagyon hatékony, funkcionális eszköz a sliders, mely teljes testes edzésre is alkalmas. Plank pozícióba elhelyezkedve egy hegymászó feladatot láthatunk Claudiától és Rékától. Váltott lábat behúzva a karok közé, figyelve arra, hogy a fenék ne emelkedjen a magasba. Egy nehezített változat, páros lábat behúzva közelítünk kezünk felé. A gymstick egy gumiszalag ellenállásával végig feszítésben tartja a karizmot. Válszélességű terpezben, térdekenyén hajlítva, csípő kicsit hátratolva, karhajlítás. Köredzést szoktam tartani, funkcionális köredzés, változatos funkcionális eszközöket vegyítek be a mindennapokba. Szeretném az egész testet átmozgatni, mert van olyan ember, aki heti egyszer, illetve csak kétszer tud eljönni edzeni. Önálluk ez egy nagyon kiváló edzés típus, mivel tényleg az egész testet át tudjuk mozgatni. Stációkat alakítok ki, létszámtól függően. Általában 15 főnél több ember nem jöhet be. Elég megterhelő, mindenki a saját ütemébe halad. Tehát egy teljesen kezdő is jöhet ebbe a csoportba, illetve már egy olyan is, aki évek óta csinálja ezt. 40 másodperc a munkaidő, mint hallani lehet, 25 másodperc a pihenőidő. A 25 másodpercben elhelyezkedünk a másik stáción, és agyban végig gondoljuk a következő munkafolyamatot, hogy mi vár ránk. Nagyon szeretjük, korosztálytól független, tehát ez fiataloktól az idősebb korig is lehet. Nagyon fontos az, hogy egy olyan edző legyen a háttérben, aki odafigyel és kikorrigálja a hibás mozdulatokat, de ez egy nagyon jó kis edzés, és mindenkinek nagyon ajánlom. Mivel szív- és érrendszer, kardiovaszkuláris rendszert is fejleszti, zsírégetés is van benne, izomépítés is van, tehát teljesen a legsokoldalúbb óra a funkcionális köredzés. Réka végig próbálta a köredzést, kellemesen elfáradt. Ez látszott az arcán is.
Sose felejtsétek el, minden edzés végén nyújtani kell. Úgyhogy lássunk is neki. Én most nekiláttuk a nyújtások, nektek pedig köszönjük szépen, hogy megnéztétek, mert ennek köszönöm ezt az edzést. Szívesen, sziasztok! Sziasztok! Épp testben, épp lélek tartja a mondás, és én azt gondolom, hogy Réka arcán a magabiztosság is látszik, mert hogyha valaki elégedett a testével, akkor ez a kisugárzásában is meglátszódik, nem? Mondasz valamit, bár én inkább azon részen ragadtam le, hogy mennyire kell ott izzadni és feszülni. Mert ugye ilyenkor azt szokták mondani, hogy a karácsony, illetve az ünnepek után azért felszaladnak a kilók, amiktől nagyon nehéz megszabadulni. Na majd ezt segíti a bőjt, de még annyira ne rohanjunk előre. Egyébként a fitnessterem azért jó, mert ott nem lehet kifogás. Ugye ott mehetsz télen, nyáron, jó időben, rossz időben, na de az én egyik kedvenc sportom az a biciklizés. Így van, és hogyha már biciklizést ejtettünk, azzal is el lehet égetni jó pár kalóriát, és ott is megvan az ellenálló képesség, illetve a fizikális felkészültség. Szeretettel köszöntöm Vámos Gábort, az Intersport üzletvezetőjét, köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat. Sziasztok, köszöntök én is mindenkit. És ahogyan felvezettük, a kerékpározásról lenne szó, amit ugye most, hogy a tavasz beköszönte, már itt kopogtat az ablakon, sőt, tehát az elmúlt hetek azért az időjárás tekintetében már alkalmas volt arra, hogy elővegyük a kerékpárokat. De nem mindegy, hogy milyen az a kerékpár, ugye? Mert szerintem a télen nem csak mi éreztünk le egy kicsit, hanem szerintem a biciklinek a kereke is leerez. Szervizbe vigyük a biciklit, vagy otthon mi nekiállhatunk egyáltalán a saját biciklinket egy kicsikét meg... Bütykölni. Ilyenkor tavasszal, bár a tél eléggé ilyen kegyes volt hozzánk ebből a szempontból, hogy sok ismerős mondta, hogy na most megvolt az utolsó bringázás, akkor eltettem télire, és akkor nem, mert jövő hétvégén megint elővette. Tehát, hogy nem volt az az igazi tél. Nagyon sokan bringáztak folyamatosan télen is, de ilyenkor tavasszal, amikor úgymond tömegével előkerülnek a bringák a garázs végéből, és mindenki újra kimerészkedik a szabadba. Fontos átnézni egy kicsit a kerékpárokat, tehát a gumi, ahogy te is mondtad, tehát az abroncsokat felfújni, tehát hogy ne lapos gumival induljunk el, ez az elsődleges, azt mindenki otthon megoldja, vagy a benzinkuton, tehát ezek a legalapabb dolgok. Aztán érdemes ugye átnézni a fékeket, érdemes megnézni, hogy mennyire porosodott be, mennyire fókhálósodott be mondjuk a hajtásrendszer a kerékpáron, tehát a fogaskerekeknél. Ezeket otthon házilag is meg tudjuk egy kicsit kenni, egy kicsit olajozni. Persze ezt így mértékkel, tehát arra figyelve, hogy nem kell eláztatni, hanem megvannak erre megfelelő olyan szerek, amikkel meg tudjuk egy picit magunk is a hajtást kenni és olajozni. Meg említetted a tisztántartást is, hogy a biciklinek gondolom nem jó, hogyha egy magas nyomású víz lehet, tehát hogy milyen módszerek vannak, hogy nem mossuk le ezt az olajat, amit rákerül. Igen, erre érdemes figyelni, hogy mondjuk egy magas nyomású mosó ugyanúgy, ahogy a koszt, ugyanúgy ezt az olajozást is le tudja mosni a kerékpárról, tehát olyan helyekre tud bejutni, ahol nem biztos, hogy érdemes neki, vagy nekünk jó, hogyha oda bejut. Úgyhogy azt szoktuk javasolni, hogy át tudja mindenki egy kicsit törölni vizes ruhával otthon, tehát amikor végzett. Ha még frissen letakarítja mondjuk egy esős tekerés után, vagy ha kiment az erdőbe és egy picit dagasztotta a sarat, akkor még frissiben meg tudja egy kicsit tisztítani, takarítani. Aztán vannak olyan részek, amiket ugye a magas nyomásúval le lehet, tehát például a keréknek a gumi részét, azzal nincsen gond. Inkább itt a hajtórendszer, a fogaskerekek, a láncok, azokat nem szoktuk javasolni, hogy azt valaki ezzel mossa ki belőle ugye a kenőanyagot, amit előtte mondjuk szépen felrakott rá. Aztán vannak olyan dolgok, komolyabb szervizt igénylő esetek, akár ha egy tárcsaféket nézünk, vagy ugye egy sima féknek sem mindenki áll neki otthon fékpofákat cserélgetni és szerelgetni. Ezekre ugye vannak a különböző lehetőségek szervizben, de ha valaki ugye elindul és beszerzi magának ezeket az apró dolgokat, akkor otthon is kicsi barkácsolással meg tudja ezeket oldani, és fel tudja készíteni a tavaszra. Igen. Mondd csak nyugodtan. Én csak annyit akartam kérdezni, hogy a kerékpározás mennyire köszönt vissza a divatba. Volt egy időszak, amikor nagyon-nagyon sokan jártak kerékpárra, azt mondja, a kényelem nagy úr, mindenki autóba pattant. Most viszont egyre inkább azt látni, hogy mindenki tudatosan vásárol kerékpárokat, akár terepkerékpárra, akár hosszú táv kerékpározásra, országúti kerékpárt. Nagyon terjed, én azt gondolom, tehát ugyanúgy, hogy a futás is egy ilyen divatsport lett, tehát nagyon sokan kezdenek el futni, mivel
megvan hozzá minden, csak egy jó cipő kell utolsó, nem utolsó szempontból. De a kerékpár is hasonló, tehát hogy nagyon sokan mennek ki hétvégente a családok is. Tehát most én is azért egy gyerekbringát hoztam, vagy egy ilyen junior kerékpárt, nem felnőttet most, hogy nagyon sokan már a gyerekeknek is úgy veszik a bicajokat, hogyha már elérte azt a magasságot, azt a kort, amikor egy kicsit komolyabbat tudnak neki venni, amivel tényleg egy 10-20 kilométert le tudnak bicajozni, mert ami így hangzásra mondjuk 20 kilométert egy gyerekkel, ő nekik az meg se kottyan, tehát ők teljesen máshogy vannak beállítva. És a családok elindulnak együtt egyet tekerni, aztán ugye megvannak a baráti társaságok, akik mondjuk bevetik magukat az erdőbe, vannak akik országúton szeretnek maradni, tehát hogy nagyon sokféle terepre, nagyon sokféle kerékpár van, és akkor itt bejön, ahogy a divatot említetted, vannak olyan városi bicajok, amikor tényleg ez a holland stílusú nagy kormány, tényleg úgy van összeragva a bicaj, hogy a keréktől az utolsó csavarig minden passzol egymáshoz, színekben kis rattan kosarak vannak föltéve a bicajokra, tehát hogy nagyon sok olyan lehetőséget ad, ami már azt mondja az ember, hogy nem kell felöltöznöm nekem most egy sportos, kerékpáros viselettel, sisakkal, mindennel, hanem fölveszem a csini ruhámat, és bemegyek a városba vele. De az előbb ugye most említetted a sisakot is, meg itt bűvöljük ezt a biciklit, amit hoztál, és úgy látom, hogy ez egy szuperul felszerelt bicikli, tehát van rajta lámpa, csengő. Mi az, amire te azt mondod, hogy elengedhetetlen, ha erdőbe megyünk, akkor is, hogyha közutakon csak munkába használjuk, akkor is. A gyerekeknél is, meg most már egyre elterjedtebb a felnőtteknél is ugye a sisak, tehát az minden esetben, akár kimegyünk erdőbe, akár aszfalton bicajozunk városon belül, és még egy rész, amikor mondjuk ilyen csapatos, tehát mondjuk egy osztálykirándulás bringázva történik, meg hasonlók, olyankor nagyon fontos például a sisak, mert nem biztos, hogy mi okozzuk a bajt, vagy mi vagyunk a hibásak, de mondjuk mi esünk el. Igen. És ugye amikor tömegben megy mindenki, jönnek a külsőső, tehát a külső forgalom is ott van, akkor nagyon jó az, hogyha van egy ilyen plusz biztonság. Tehát a gyerekeknél mi nagyon figyelünk arra, hogy ajánljuk a szülőknek, és hál' Isten egyre több gyereket látunk sisakban bicajozni, a piciktől kezdve. Tehát a külszobatban most már azért elterjedt, hogy igen, a védőfelszerelést is használjuk, ugye? Igen, mert hogyha elmegyünk Ausztriába, akkor ott azért ez egy alap dolog, én azt gondolom. Nálunk meg talán most kezd el. Nálunk így az elmúlt egy-két évben kezdett el úgy már nyitni felé így a társadalom, hogy akkor nem cikis sisakban, hanem ahogyan mondjuk egy nagyvárosban, akár tőlünk nyugatabbra, simán elmegy valaki úgy munkába, hogy öltönybe és egy bicajon és sisakkal, mert tudja azt, hogy az ő neki igazából a védelmére szolgál. És ugye egy sisakhoz még egy jó dolog kapcsolódik, ami minket véd. Lehet, hogy elsőre mindenkinek furcsa, de például ugye a láthatósági mellény, ami tényleg egy nagyon sok esetben életet is menthet, tehát akárha futunk, akár hogyha bicajozunk, nagyon sokat számít mondjuk egy szürkületi időben, hogy minél több olyan dolog legyen rajtunk, ami ugye fényvisszaverő, és az autósok láthatnak minket. Tehát akár a lenyugvó nappal szemben, ha autózunk, akkor nagyon rossz látási viszonyok vannak. Itt meg ugye ezek a dolgok azért, akár a bicajon a prizmák, amik vannak, akár a láthatósági mellény, akár a sisakokon olyan dekorációs elemek elhelyezve, amit nem is veszünk észre, de az fényvisszaverő, ezek mind-mind fontosak tudnak lenni. Nagyon jó, hogy mondtad ezt a prizmás történetet, mert rengeteg emberrel szoktam beszélgetni, főleg így is biciklis körökben, nem mindenki van teljesen tisztában, melyek azok a dolgok, amik elengedhetetlenül, illetve kötelező kellékeként kell funkcionáljon egy biciklinél, illetve hát nyilván a kerékpároson. Ugye a kerékpáron az elsődleges ilyen eszközök azok a prizmák, a keréken kell lenni, ugye a prizmának itt van ez a sárga, ami ezen a bringán van, de megtalálhatóak világosabb színben is, most már azt is elfogadják. Vannak olyan gumiabroncsok, amikor az abroncson van körbe egy fényvisszaverőcsik, akkor ugye az egész körbe világít. Aztán ugye az első-hátsó prizmák, valamint első-hátsó különműködő fék, és a csengő. Tehát az, ami gyerekeknél nem is olyan vészes, mert mindig azt találják meg először a bringának kicsik, és használják is, de a felnőtt bringákon is elengedhetetlen. És ezzel tudunk jelezni ugye a körülöttünk lévőknek. Adjunk a nézőknek, hogy tényleg biciklire üljenek, én úgy szeretem ezt a sportot. Milyen helyek vannak? Szerintem itt az ország nyugati részén mi nagyon szerencsések vagyunk, hogy egész sok olyan hely van, ahol kényelmesen és biztonságban biciklizhetünk.
Itt nekünk a határ mentén nagyon sok lehetőség van akár Ausztriába átmenni bringázni, és ott tekerni egyet. Nagyon sok olyan program van, ami a határon átnyúló kerékpáros turizmusra épül, és itt bicikliutakkal különböző a kerékpározást kiegészítő, akár gasztronómiai lehetőségekkel vannak ezek átitatva, úgymond, de itt van nekünk, aki a hegyeket szereti, Kőszeg, nagyon kedvelt régió, Kőszegi hegységbe felbicajozni, aztán ha egy picit távolabb megyünk, akkor ott van a Fertőtó, ami egy nagyon jó kis bringás kör tud lenni, ugye aztán, hogyha nagyobbat álmodunk, úgymond, akkor ott a Balaton, ott is rengetegen mennek, akár családdal, akár baráti társasággal, és nem mindenki egy nap alatt akarja körbe bicajozni, ahogy a sportosabbak itt, hanem két-három napra tervezik meg úgy a nyaralásukat a nyáron, nyári szezonban, hogy körbeérjenek. Szerintem ez egy szuper jó sport, mert közben lehet beszélgetni, a futás is nagyon jó, de azt gondolom, hogy itt, aki olyan nehezen veszi rá magát arra, hogy elinduljon, nem? Akkor elmegyünk majd biciklizni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és elmondtad ezt a sok hasznos információt. És ha már említésre került itt Kőszeg, érdemes elbiciklizni Kőszegre, de most bicikli nélkül is elvisszük önöket oda, hiszen a Farsang Farkát ünnepelték nem akárhogyan, 20 éve már hagyomány osztrák mintára. A város apraja nagyja beöltözik szuper jó jelmezekbe, és én úgy látom, hogy egyre többen részt vesznek az egész napos mulatságban. Színes ceruzák, vidám kísérletek, szellemírtók, a naturpark növényei, sőt még több szörnyálla és pöttyös kiskutyák is megjelentek Farsang Farkán Kőszegen a délutáni jelmezes felvonuláson. Egy jó poénnak gondoltuk, mert én még soha nem voltam itt a jelmezes felvonuláson, hogy eddig dolgoztam, és most, hogy gyesen vagyok, úgy gondoltam, hogy beöltözünk. A jelmezválasztás meg úgy jött, hogy... Hát nem tudom, ez csak úgy kipattant a fejemből. A szervezők maguk is élen jártak a bolondozásban. Csókolom, azt mondta az avó néni, ügyesek legyünk, és mindig mosolyogjunk, hogyha jönnek a nénik szembe. Úgyhogy hát mi most óvisok vagyunk, egyébként pedig nem is mi készülünk, hanem a város apraja nagyja. Délelőtt jöttek az ovistársak, a réparatek magyaróra táncoltunk, szórakoztunk, énekeltünk, és aztán most délután pedig itt az utcabálon meg felvonulunk. Sok szép jelmezben, meg finom fánk és tea is van mindig. Délelőtt a gyermekcsoportok mutatkoztak be a főtéren, délután pedig a kreatív, baráti munkahelyi közösségek. Én vagyok a Panni varodája, ő pedig az Ildikó manikűr, meg kozmetika, ő pedig egy barátnőnk. Figyelj vissza a csapat! A teknőc az meg utóbban, még valahol! Ki találta ki, hogy mik legyetek? Hát, szerintem olyan közösen jött. Ezt már tavaly eldöntöttük. Tavaly mohácsi busók voltunk, és most egy kicsit könnyebb jelvesz, ami nem annyira meleg, de ma is nagyon gyönyörű az idő, úgyhogy tehát jó itt lenni, nagyon szuper. A Teivó csapata idén óvodás boci csoportnak öltözött. Nagyon örülnek, visszajáró vendégeink vannak évek óta, van, aki kimondottan azért jön, hogy mit csinál a Teivó, minek öltöztünk. A legötletesebb munkahelyeket és jelmezeket is jutalmazzák a szervezők. Leginkább a szolgáltatók végzik munkájukat jelmezben, és hát ez egy közös bolondozás lesz, aminek mi csak némi keretet próbálunk adni, hogy ez jól süljön el. Vannak természetesen ilyen csoportos produkciók is közben, és azt hiszem, hogy a lényeg az, hogy a Farsang utolsó napján még egyet bolondozzunk, vidámkodjunk, hogy utána egy kicsit mindenki magába forduljon, és várjuk húsvétot és a feltámadást. Többen olyanok is jelmezbe bújtak ezen a napon, akik csak nézelődni, szórakozni érkeztek Kőszegre. Most a Farsang Farka miatt, tavaly is voltunk itt, idén második alkalommal, gyerekkel jöttünk, csak éppen nincs itt. Elment anyukájával valahova. Mikor meghalt, egyet sem szólt. Mikor meghalt, egyet sem szólt. A Hajnalcsillag néptánc együttes is részt vett a városi télbúcsúztató mulatságban. Nagy jajveszékeléssel idézték fel az évszázados farsangi hagyományokat, a kiszabá végetést. A farsangi időszak utcabállal zárult Kőszegen. Elbúcsúztattuk a telet, de most hamvazó szerdával a nagy bőjt időszakába léptünk, ez bő 40 napot jelent. Csabi, te hogy élsz ezzel a bőjt időszakkal? Egyáltalán valamikor bőjtöltél, betartottad?
Igen, vesénbe látsz egyébként. Igen, egy vallásos neveltetést kaptam én még kisgyerekkorban, főleg nagyszülők révén. Ennek köszönhetően a 40 napot nálunk szigorúan betartották. Aztán maradt egy kis hozadéka, mert a húst azóta sem eszem meg. Komolyan? Így van. Nagyon-nagyon válogatos lettem, maradjunk annyiba, de ezt a 40 napot, hát a legtöbb emberrel ellentétben én fél lábon kibírom. Nem úgy mutatja egyébként az ábra, de... Újat mutatni, de azért az is fontos dolog ám, hogy ez a 40 nap, ez nem csak a hús elvonásáról és megvonásáról szól. Itt igazából csak háromszor étkezhetünk egy nap, és egyszer lakhatunk jól. De nézzük, mit is jelent a böjt. A katolikus szertartás szerint ezen a napon a híveknek az előző évi virágvasárnapon megszentelt barkából készült hamuval keresztet rajzolnak a homlokukra. A hamu korábban is jelkép volt. Súlyos bűn esetén a nyilvános vezeklés egyik eleme volt, ahogy a viola is a bűnbánat színe. Mindig azt mondom, hogy annyi, de annyi jó gyerek jár hozzánk iskolába. Ebben a nagy bőjtben legyetek egy kicsit. A premontrei gimnázium diákjai minden évben részt vesznek a szertartáson, és gyakorolhatják a böjtöt is. Egy mise keretében megünnepeljük a böjt kezdetét, és miközben itt vagyunk, végighallgatjuk, hogy a böjt miért fontos, és miért érdemes csinálni a lemondásokat, és órákon is szoktunk róla beszélni. Ajánlott tartani a böjtöt, hogy péntekenként például nem eszünk húst semmilyen formában, a büfében sem adnak ilyenkor húst, és igazából itt a mértéktartásra hívják fel a figyelmünket. Hamvazó szerdától húsvét vasárnapig több mint 40 nap telik el. A böjt mégis 40 napos. A nagybőjti vasárnapokat nem számoljuk a böjti napok közé, ugyanis vasárnap tilos böjtölni. Tehát nem szabad böjtölni olyan értelemben, hogy a vasárnap az az Úr napja. Ez a hitben való elmélyülés és a lemondás időszaka. Különféle élvezetek megvonásáról szól. A böjt gyakran együtt járt avval, hogy az emberek vállalták, még a házastársak is vállalták a házas élettől való tartózkodást is. Korábban nem csak a hústól való megtartóztatást jelentette a böjt. Olyan állati eredetű ételeket is megvontak maguktól, mint a tej és tojás. Ratatouille francia lecsőző borsos barbarizsel, farolyos fetás gnocchi, illetve egy magyaros kukonyás tiszta. Napjainkban sokan tisztító kúrára, méregtelenítésre szánják ezt a bő 40 napot, de ez veszélyes is lehet. Tehát azokat a nagyon drasztikus, durva és főleg hosszú időn keresztül meglévő megvonásokat ételben, élelmi apanyagokban, egyéb tápanyagokban, azok lehetnek túlzások, és azok okozhatnak inkább kárt, mint hasznot a végén. Lehet egy böjt, egy olyan döntés is, hogy valamit elhagyok, ami eddig túlzásban volt. Legyünk bátrak, és merjünk eltölteni napokat cukor nélkül, merjünk eltölteni napokat édesség nélkül, merjünk kevesebbet enni. A nagybőjtben a testben és lélekben való megtisztulással a keresztények húsvétra, Jézus feltámadásának ünnepére készülnek. És a böjttel folytatjuk tovább a témánkat, méghozzá Kocsis Sándorné Júliával, a Domus Biobolt üzletvezetőjével. Jó estét kívánunk! Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket! Azt gondolom, hogy ez az időszak tökéletes arra is, hogy valóban a karácsony és a farsang utáni nehéz ételektől egy kicsit a szervezetünk megszabaduljon, föllélegezzen, és sokan méregtelenítéssel használják ezt az időszakot. Mit ajánl ön? Milyen méregtelenítő, vagy milyen lehetőségek vannak, amivel a szervezetünket egy kicsit meg tudjuk tisztítani? Hát igen, ugye most a keresztény fogalmak szerint böjtről beszélünk, de mindenképpen mindenkinek jól esik egy kis tisztító folyamat a tavaszra, nyára való felkészítés során. Lehet böjtnek nevezni a keresztények megfogalmazása alapján, hogy nem eszünk húst. Ez sem kell ennyire drasztikus, mert például hal az engedélyezve van, ugye ő hidegvérű állat, ez minden további nélkül. Meg hát ott vannak a vasárnapok, ami szintén egy szabad nap a szervezet számára, tehát ha valaki nagyon szeretne húst enni, akkor vasárnap engedélyezett. Egyébként a szervezetünknek nagyon-nagyon jót tesz, hogyha egy kicsit húsmentesen étkezünk. Nagyon sokféle ételt el lehet készíteni, ott vannak a nagyon értékes gabonáink,
amit zöldséggel párosítva, akár fasírozottakat, akár rakott zöldségeket, nagyon-nagyon sok mindent lehet helyettesíteni a húst. Legtöbben attól félnek, hogy a vas és a fehérje hiány, ami ugye a húsban rengeteg. Most elhangzott egy variáció, hogy mivel tudjuk ezt helyettesíteni, de még mit mivel tudunk helyettesíteni? Vannak a száraz hüvelyesek, például az interneten nagyon sokan ugye onnan élnek és táplálkoznak információval. Rengeteg recept van fönt, például szárazbab, amit én sok évvel ezelőtt kipróbáltam, nagyszemű szárazbabból például hamburgert, hamis hamburgert lehet készíteni, nagyon jó megfőzni, botmixerrel pürésíteni, és ezzel kicsit befűszerezni, stb. Akkor zöldségeket, például húslevesben megmaradnak a répa, zöldség, ilyesmi, összetörni villával egy kis tojás, egy kis zsemle, és gombócot formálni kész lehet, és tökéletes alternatíva. Nem igaz, frissen jó. Recepteket is kapunk. Tehát, hogy szuper. Ne menjen el a kedve a kedves nézőknek attól, hogy hús, és akkor nincs semmi. Tehát azért a fantázia határt, az szab határt csak, hogy mivel helyettesítsünk. Tehát nem kell lemondani a finom ízekről. Mennyire szokták az emberek ezt betartani? Ezt nem csak a bőtre gondolok igazából, hanem a tisztítókúráról. Hiszen nagyon hálás a szervezetünk, ezt a saját bőrömön tapasztaltam, tehát ezt nyugodtan meg is tudom erősíteni. Ellenben mennyire tudjuk azt feladni, hogy két pofára tömjük, habzsoljuk az ételeket, és nyilván odafigyelhetünk a bőjtre, hogy nem eszünk húst, hanem helyette minden más, csak össze-vissza. Tehát most sem segít. Aki már kipróbálta, az úgyis saját maga megtapasztalta, hogy mennyivel jobban érzi magát egy-egy ilyen tisztítókúra után. Ez nem csak a 40 napos bőjtre vonatkozik, ez lehet egy rövidebb szakasz. Egyébként én magam is kipróbáltam, hogy egy héten egyszer, mondjuk pont a bőjti napot választottam, a pénteket, hogy csak folyadékot, vagy csak gyümölcsöt ettem, vagy csak vizet ittam. Nagyon-nagyon sokat jelent a szervezet számára, és garantáltan szép lassan még a fogyás is beindul. Tehát akik kipróbálták, azok is vagy nagyon komolyan szeretnének változtatni, ott én azt hiszem, hogy ez nem jelent problémát. Az adagokat kell minden szempontból visszavenni. A finomított szénhidrát, a cukrok, ezek, amik a legnagyobb ellenségei a szervezetünknek, ezekről kellene lemondani. Még a hús sem olyan ártalmas, mint ezek. Tehát nem is, hogy mondom, hogy ártalmas, csak vegyük vissza, mert nehezen emészthető, tehát sokáig tart a gyomorban. Ezért ezeket a könnyebben emészthető dolgokat kellene fogyasztani. Meghálálja a szervezetünk, és a vesszőparipám a víz. Ugye ilyenkor még több vizet kell inni, és a nyálka hártyánk rendeződik, a bélrendszerünkben a bélmozgások jobban regenerálódnak, a bőrünkön meg fog látszódni, csökken a vérnyomás, akinek van pikkely, sömör, ekcéma, stb. Ezek is szépen húzódnak vissza, a szervezetben a gyulladások képesek visszahúzódni. Tehát nagyon-nagyon hálás a szervezet azért, ha egy kicsit odafigyelünk rá, szeretettel és odafigyeléssel fogyasztjuk az ételeket. És ez most nem feltétlenül egy változást jelent, hanem egy olyan dolgot, amit minden évben beiktathatunk, nem az életünkben. Főleg évszakváltásokat követően célszerű, és legfőképpen a telet követően, ugye, amit mondtad is, hogy a tél az arról szólt, hogy a nehéz ételek, stb. Igen, a karácsony, az új év, stb. Teljesen másként étkezünk. Hosszabbak is a napok, több időnk van rá, hogy kényelmesen a téli estéken vacsorázzunk. Tehát ezek kívánja is szerintem az emberi szervezet, hogy egy kicsit könnyebben. Krónikus betegeknek mennyire javallott ez a tisztítókúra, mennyire kell, illetve kinek a szakmai tanácsát kell kikérni hozzá, mert azért nyilván egy pajzsmirigy betegnél, egy cukorbetegnél azért nem árt odafigyelni erre is. Igen, feltétlenül. Orvos, bár már most annyira sok a beteg, hogy azt mondják, hogy erre nincs idejük, de mindenképpen próbáljuk azt, hogy szakember, én így mondom, mert lehet az dietetikus, lehet az orvos, vagy életmód tanácsadó, mindenképpen szakember tanácsát kérjék ki azok, akik bárki, de akiknek problémájuk van, főleg amit említett, hogy pajzsmirigy, emésztőrendszeri vagy diabétesz, tehát ezek mindenképpen felügyelet mellett kezdjék el,
és folytassák fel. És mit tanácsol, hogy mennyi ideig tartson ez a méregtelenítő kúra? Mert ugye a böjt jó 40 napig tart, ugye itt elmondtuk, hogy egyébként is ott vasárnap még a vallás is megengedi, a keresztények is nyugodtan fogyaszthatnak húst, de hogy aki mondjuk egy teát iszik csak, akkor és nem is fogyaszt szilárd ételt, mert ilyen méregtelenítő kúrák is vannak, akkor ez meddig célszerű, igen, vagy meddig ajánlott, szabad? Aki, azok nagyon veszélyesek, a léböjt kúra, ha erre gondolt, hogy ott csak pár napot kezdjünk. Aki már rutinosabb, azt folytathatja, esetleg 8-10 nap, vagy még tovább is szokták, de egy pár napossal kezdjünk mindenképpen. Én azt mondom, hogy ez már véglet. Tehát nem kellene ennyire drasztikusan diétázni. Egy héten egy nap az ajánlott, tehát az nem megerőltető a szervezet számára, de a több naposat mindenképpen csak úgy, hogy kikérte a szakember véleményét, tanácsát, akivel megbeszélik, hogy van-e problémája, jelentene ki veszélyt, hogyha egy ilyen léböjt kúrába belekezd. Mindenképpen célszerű vitaminokat, ásványanyagot, esetleg vasat is pótolni, de én azt szoktam mondani, hogy vasat csak akkor kellene, ha igazán van róla vérvétel. Mert nálunk is sokan jelentkeznek, hogy fáradékony vagyok, meg ő megállapítja magáról ezt a diagnózist, és mondtam, hogy nem kellene addig szedni ilyen dolgot, például, mint a vasat, hogy amíg nem tudjuk, hogy biztos az-e a probléma. Ugye elhangzott, tehát, hogy sokan az internetről táplálkoznak, de információval. Ez sem, igen, információval, de hogy azért oda is olyan sok minden felkerülhet, ami nem biztos, hogy helyén való. Igen. Ugye, hogy azért nem azt kellene követni, hanem akkor itt akár a boltban gondolom megfelelő, igen, tanácsokat kap. Szoktuk mondani, hogy mi is böngészünk az interneten, csak vannak azért hiteles oldalak, és vannak kevésbé hitelesek. Sőt, erős meg lehet győződni, mert honnan tudja? Hát ma még ez is közzé van téve, hogy mi az, ami. Vagy például vannak olyan információk, hogy bulvár újságban jelenik meg. És akkor, mikor jön, mondja, hogy mit olvasott az újságban, és mondom, melyikben. És akkor mondom, de az ugye nem egy tudományos szaklap, de hát az újságban van. Szóval azért nagyon, igen, beszéljük át, figyeljünk oda, hogy mi és hol van leírva. Az emberi szervezet kétharmadát ugye vízből áll. Így van, víz teszik, köszönöm szépen. Mennyi vizet javallott ilyenkor fogyasztani? Azt ugye lehet tudni, hogy olyan fokozatosan megterheljük a szervezetet, nyilván ahogyan közeledik a meleg is, az is dob rá egy lapáttal, igen, de alapesetben mondjuk egy kúránál mennyi az a normál mérő? Ilyenkor 2,5-3 litert is kellene inni. Én nagyon egyszerűen fogalmazva úgy szoktam elmondani az embereknek, hogy biztos járt már mindenki erdőben, látott ilyen kis patakocskát. Amikor nagyon száraz idő van, akkor ott lerakódik kavics, gaj, falevél, stb. Jön az eső, az útjaszot leviszi, kristálytiszta kis csatorna marad utána. Hát akkor úgy képzeljék el, hogy az ereink ugyanígy működnek. Ha nincs víz, rakódnak le az érfalára a salakanyagok, és ha kapunk vizet, kap az agyunk oxigént, nem leszünk olyan fáradtak, simább lesz a bőrünk, és akkor az ereinkben a vér is könnyebben fog átfolyni, és nem lesznek ilyen dugulások, lerakódások, stb. Tehát nagyon nagy jelentősége van. Nagyon sokan mondják például, hogy sok a gyomorsavam, és amikor rákérdezek, hogy mennyi vizet iszik, kiderül, hogy fél litert. De akkor mitől hígulna fel? Tehát a víz az sok mindenre jó. Ez. Igen, ez mindig téma. Ez nem csoda. Persze. A lelki megtisztulás is nagyon fontos. Ezt szerettem, igen, volna, igen, igen, hogy itt azért lélekben is ugye készülünk. Igen, tehát ne csak a test, hanem lelkileg is. Nagyon fontos ráhangolódni a szeretet, hogyha szeretettel gondolunk másokra, tehát felejtsük el a gyűlölködést, a haragot, próbáljunk meg egy kicsit magunkba szállni, meditálni. Ilyenkor, ami még nagyon fontos, nem a megerőltető edzések, hanem kíméletes. Akár egy séta, egy kellemes kerékpározás, sokkal több hasznát veszük. Igen, ugyan mindenkit búzdítottunk a mozgásra és a biciklizésre, de a bőjt időszakban azért ezzel csak csínyen föl. Fokozatosan, igen, így van. Nagyon szépen köszönjük a sok hasznos információt. Köszönöm én is a lehetőséget. Köszönjük szépen.
És műsorunk végére értünk, sajnos, és még egy rossz hírrel is szolgálhatunk. Bizonyára sokan szerettek volna részt venni a 7. Böllér Fesztiválon Lukácsházán, ami sajnos a koronavírus miatt most elmaradt, így döntöttek a szervezők. Természetesen a jegyek árát vissza lehet majd igényelni. És egy jó hír is így a műsor végére. Holnap a postaládába keressék a Szavária Fórumot, ugyanis érdekes és informatív anyagokkal lesz tele. Tartsanak velünk egy hét múlva is, köszönjük megtisztelő figyelmüket, jó hétvégét, töltsék, ha lehet a szabadban. Viszontlátásra! A műsorvezetőt a Jeans Store öltöztette.